Megpróbálunk mindent körbejárni a következő percekben is. Miért mondom ezt? Mert hogy a koronavírus apropóján a Magyar Orvosi Kamara is tartott tegnapi nap során egy sajtótájékoztatót. Lénárd Rita, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke már itt is van a stúdióban. Még mielőtt az alelnök asszonnyal beszélgetnék, mutatok önöknek kettő táblát, természetesen mind a kettő a koronavírussal kapcsolatos. Ugye a kamara sajtótájékoztató apropóján több pont, több kitétel született, mi hármat emeltünk ki ezek közül, ezeket majd természetesen tisztázni fogjuk. Aggodalmakról van szó. Azt mondja a kamara, hogy a jelenleg rendelkezésre nem álló eszközök, ugye, ami a nővérek, szakdolgozók védelméhez lenne szükség, azt oda kellene nekik adni, nyilván ezt majd tisztázni fogjuk, hogy itt ruházatról van szó, maszkokról van szó, fertőtlenítőről, valószínűleg mindháromról. Aztán a kormány nem vonja be őket a járvány elleni együttműködésbe. Tisztázni fogjuk ezt is, hogy az operatív törzsbe kellene őket bevonni, vagy esetleg valami más platformra gondolnak. És most jön egy harmadik pont, mutatjuk, és ezt fel is olvasom önöknek. A kormány nem fizet az orvosoknak az önként vállalt többlet munkáért. Na azt hiszem, ez lesz az a pont, amit majd én a vendégemmel tisztázni fogok, hogy a jelenlegi helyzetben ez érvényes-e, helytálló-e, vagy sem. Szerintem egyébként az utóbbi lesz, de ezt majd nekem az alelnök asszony el fogja mondani. Nézzünk egy következő táblát. Miközben minden ország megfeszített erővel azon dolgozik, hogy a koronavírus terjedését megállítsa, vagy lassítsa, hogyha nincs kontroll alatt tartva ez a vírus, ami egy új vírus, tehát ugye még viszonylag keveset tudunk róla, akkor az első görbén ezen a nagy kiugráson láthatják azt kék szaggatott vonallal, hogy milyen magasra emelkedik ugye a fertőzésnek a száma. A fekete szaggatott vonal vízszintesen, közben mutatom, azt jelenti, hogy az egészségügynek a helyzete, tűrő képessége hol tart, és akkor most kék folyamatos vonallal mutatjuk azt önöknek, egyébként ez az indexnek az összeállítása, hogyha van megfelelő járványügyi intézkedés, akkor az egészségügyi teljesítő képességéhez képest ugye csak mérsékelten emelkedik a teljesítés határa fölé a koronavírus esetleges terjedése. Ez tehát a jelenlegi állapot, és akkor most ugye a következő percekben Lénárd Ritával, a Magyar Orvosi Kamara alelnökével fogok beszélgetni. Kezét csalkam, jó reggelt kívánok, és nagyon fontos egyébként, hogy pont a mai nap során eljött hozzánk. Miért is mondom, mutatjuk ugye az első táblánkat. Mert ugye azt mondta nekem így beszélgetés közben, hogy bár valóban aggodalmakat hoztak és soroltak föl ugye tegnapi nap során, ezeken majd végig fogunk menni, de van ez az utolsó pont, hogy a kormány nem fizet az orvosoknak az önként vállalt többletmunkáért. Tisztázzuk-e, hogy ez jelenleg így van, vagy sem? Nem, ez egy félreértés lesz, mert az önként vállalt többletmunka az egyfajta túlóra, tehát amit az orvosok a normál munkaidő plusz 8 óra kötelezően vállalt túlóra fölött még vállalhatnak. Egy orvos az 60 órát is dolgozhat egy héten, és ezt kifizetik. Tehát szó sincs arról, hogy ezt nem fizetik. Ez egy félreértés, lesz egy keveredés, az önként vállalt túlmunka felmondása hangzott el, és arról is szeretnék, ha lehet két megkapja, beszélni. Tehát akkor a bérezés. Meg. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Azt szeretném öntől, alelnök asszony, kérni, hogy amikor Kincses Gyulával együtt ugye említették azt, hogy az orvos és az egészségügyben dolgozók számára biztosítani kell minden olyan felszerelést, ami a biztonságos, egészséges munkavégzéshez szükséges, akkor milyen felszerelésekről, vagy milyen felszerelésekre gondolnának? Hát itt elsősorban az egyéni védőfelszerelésekre gondolunk, és muszáj újra elmondani, amit a sajtótájékoztatón is elmondtunk, hogy az egész világon hiány van. Tehát ez nem egy magyar sajátosság, maszk hiány van, fertőtlenítőszer hiány van, nagyon megsínylették a kínai járványt, és a szállítása is nehézkes. Tehát tulajdonképpen nem az a probléma, hogy a kormány nem ad oda ilyesmit, hanem ők se jutnak hozzá. A miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely úr elmondta, hogy 120 ezer maszk van Németországban, ott rekedt. Tehát ezek tények, ezeket a kollégák mondják el, és itt az a nagy gond, hogy nagyon idősek a házi orvosaink, a fokozottan veszélyeztetett csoportba tartoznak.
túl az egyéni megbetegedésen ők a járvány terjesztőivé válhatnak abban a pillanatban, hogyha nincs megfelelő védőeszköz. Kaptak-e bármilyen jellegű visszajelzést egyébként a házi orvosoktól, hogy ők annyira félnek, hogy nem szeretnének a következő időszakban ennyit dolgozni, egyáltalán dolgozni, ilyen körülmények között dolgozni? Sajnos van ilyen visszajelzés is, idősek, betegek elhasználtak, nagyon sok túlmunkán vannak túl. Valóban nem mindig tart már ki az a lendület, meg kell ezt érteni. Tehát itt nagyon sok, bőven 60 év fölötti, 70-80 éves házi orvosaink van. Nagyon nagy jelentősége van annak azért, amikor az ember ilyen híreket olvas, hogy körülbelül az ember tisztában legyen azzal, hogy itt milyen arányokról, milyen számokról beszélünk. Amikor azt mondja az orvosi kamara, hogy az orvostársadalomnak egy jelentős része veszélyeztetett, mert előregedett, akkor alapvetően hány százalékáról beszélünk? A 60 év fölötti az több mint 50% a házi orvosok körében. Az nagyon soknak tűnik. A kórházi orvosok körében és a járóbeteg ellátásban is magas, nem ennyire. Ugyanis az a derék, ha távozott el a 40-es, 30-as, 40-es szakorvosi korosztály, már nincs Magyarországon, vagy a magánellátásban van, és ugye a járvány természetéből és a szövődményekből adódóan nem a magánellátás fogja ellátni a lélegeztetésre szoruló beteget. Ugye azt az elmúlt hetekben minden nap olvassuk, minden nap láthatjuk, hogy az egész világon milyen megfeszített erőfeszítésekbe telik azt, hogy a koronavírus terjedését megállítsák. Láthattuk azt és hallhattuk azt a hírekben, hogy ugye most Kína éppen hogyan próbál segíteni az olasz egészségügyön. A magyar egészségügynek jelenleg mire lenne a legnagyobb szüksége, hogyha ezt nem tudom én néhány pontban össze lehetne foglalni? Szakemberre. Tehát egészségügyi dolgozókra, ápolókra, orvosokra. Szakdolgozókra, asszisztensekre, igen. Az a fajta hiány, amivel az elmúlt években ugye már szembesült a hazai egészségügy. Most nem biztos, hogy áthidalható ebben a fokozottan nagy terhelésben. Értem. És ugye a nagy kockázata leginkább miért van ennek? Mert a jelenleg egészségügyben dolgozók a túlzott megterhelést nem fogják majd bírni. Egyrészt, másrészt megbetegedhetnek, és akármilyen gépünk lehet, az egészségügyi dolgozó nélkül semmit nem ér. Nagyon sokan attól félnek. Ugye hát itt most persze mondhatnánk azt, hogy az ellenzéki politikusok mit mondanak, mit gondolnak a választópolgárok, milyen hírek terjednek a közösségi médiában, de hogy ugye ez egy valós kockázat. Ezt tényleg nagyon szeretném, hogyha ezt reálisan válaszolná meg ezt a kérdést, hogy összeomolhat-e a hazai egészségügyi rendszer, ha ez a helyzet fokozódik? Ezt így nagyon nehéz megjósolni, nagyon sok mindentől függ. Azt látjuk, hogy Olaszország letérdelt. Tehát ez nem egy jó előrejelzés nekünk. Valamit muszáj lenne még elmondanom. Nagyon hallgatom fontos önt. Volna, hogy ide került ez az önként vállalatú munka. Mi ugye egy új vezetőség vagyunk a Magyar Orvosi Kamaránál. 2019. november 30-án a Magyar Orvosi Kamara országos küldött közgyűlése kirotta feladatul az önként vállalt többletmunka felmondását. Egyszerűen annyira elakadtak a bértárgyalások évek óta, hogy ezt az eszközt szavazta meg a Magyar Orvosi Kamara küldött közgyűlése, tehát ez nem az elnökség döntése, ez a tagság döntése és kötelező érvényű ránk nézve. Ezt elkezdtük szervezni, és ezért hívtuk össze a sajtótájékoztatót, mert a tegnapi napon 40 ezer orvosnak kiment a levél erről, adminisztratív intézkedés. Nagyon hangsúlyosan, nagyon fontos elmondanom, hogy azért hívtuk össze a sajtótájékoztatót, hogy tájékoztassuk a lakosságot arról, hogy a járványveszély ideje alatt semmiféle túlmunka felmondás nem lesz. Nem mondjuk fel a túlmunkát, ez egy adminisztratív szervezés. Tehát nem valódi, visszautasítjuk azt, hogy zsarolnánk bárkit is, és nagyon szeretnénk a lakosságot megnyugtatni, hogy mindenkinek azt mondtuk, és mindenki dolgozni fog, elvégzi a munkát, és mindent megteszünk, hogy felszámoljuk a járványt. Ez nagyon fontos mondat volt. Valószínűleg egyébként a sajtó részéről
Hát ebből adódhatott talán félreértés, ugye, igen, hogy igen. Nem fizették ki, vagy a következő időszakban, ugye miről lenne szó. Még nagyon szeretném, alelnök, hú, de látom, már nagyon kevés időnk van, sikerül-e valahogy valamilyen formában ön szerint egy ilyen helyzetben visszacsábítani, visszahívni, esetleg a külföldön dolgozó orvosokat, vagy egészségügyi azt nem dolgozókat? Hiszem, de azt el tudom képzelni, hogy aki nyugdíjba vonult, vagy esetleg mást, akkor az valamilyen módon kisegít. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm, hogy elmondhattam.